Köszöntök mindenkit, Magyar Csongor vagyok, ez pedig a Kormányinfo Plusz. Annyi jó hírem van ma, hogy kénytelen vagyok ezzel kezdeni. Igen, megcsináltuk! Megjött a pénz! Úristen, 10 milliárd euró! Hát az még forintból is sok, nem? Hát nem volt könnyű, de Navracsics Tibi megszorongatta a tökeiket, és most ömlik belőlük a pénz. Jut most már mindenre, jachtra, mármint a tanárok fizetésére, egészségügyre, lakhatásra, jachtra. Vagy azt már mondtam? Mindegy, nem kellett volna. Szolgálati Porsche, yes! És mindez minek köszönhető? Igen, a szuverenitás védelmi törvénynek. Úgy látszik, Brüsszel csak erre várt, hogy legyen egy törvényünk, ami megakadályozza, hogy külföldről eurómilliárdok érkezzenek, amivel nemzetközi szervezetek befolyásolni tudják hazánk működését. Nem kell nekünk senki pénze, mi jól megvagyunk a brüsszeli milliárdokkal. A hét második jó híre, hogy sikerült szétvernünk a Soros Birodalmat. Leépítésekre kényszerül a Gender Dollár Sorosista Nyílt Társadalom Alapítvány. Végre visszahúznak oda, ahonnan jöttek, azaz Bécsbe, vagy még messzebbre. Az egyetlen problémánk csak az, hogy rengeteg soros plakátunk maradt raktáron, de majd átfestjük őket feketére, és ráírjuk, hogy migráns, az mindig működik. Na, egészség! Nem bírok leállni a jó hírekkel. Sikerül végre teljesítenünk a Budapest-Szentendre közötti klímacélokat a hévek ritkításával. Igen, sajnos az NDK gyártmányú hévszerelvények annyira öregek, hogy már őket nézni is környezetszennyező. Ezért kidobtunk belőlük párat. A megmaradó hévek jóval több embert fognak tudni szállítani, csak kicsit be kell húzni a hasakat. Lehet, hogy elektromos Porsét kéne vennem? Hát, ja, várj. Szeretnék eloszlatni egy félreértést. Pintér Sándor nem kirúgott egyszerre 24 kórházigazgatót, hanem lehetőséget adott nekik új kihívásokat keresni. Akkumulátorgyáraink mindig várják a szorgos kezeket, ahogy a Mini Duba is várja majd a szorgos építőmunkásokat. Horvátország után itt is felépül egy teljesen új városrész. Kíváncsiak leszünk, hogy a tervezőcég a Kula Belgrád után mit rak ki Budapestre. Most sajnos elfelejtettük kiküldeni a kérdéseket, szóval maguknak kell kitalálniuk, elnézést. Tessék. Most akkor miért nem veszünk Pfizer vakcinát? A háború miatt nincs szükségünk ilyen drága oltóanyagra, amúgy sem oltatják magukat a magyarok. És miért veszünk Modernát drágábbért? A háború miatt nagy szükségünk van oltóanyagra, és meg kell védeni a gyerekeket. De a gyerekvakcinák meg elfogynak decemberben. Jaj, ne kérdezgessen már hülyeségeket, egye a beiglit. Na, következő, tessék maga. Én is kaphatok ingyen kastélyt. Persze, iratkozzon fel, most fogadta el az országgyűlés, bárkinek lehet kastélya. Jó, de nincs pénzem felújítani. Nem is kell, már felújítottuk állami pénzen. De tényleg csak fel kell iratkoznom. Miért, mit gondol, hogy már azelőtt le volt osztva az összes kastély, hogy a törvénytervezet megszületett volna? Hogy azért újította fel az állam a kastélyokat közpénzből, hogy ne a haveroknak kelljen a saját pénzükből? Nevetséges. Egy a beiglit inkább, jó? Na, valakinek normális kérdése van egyáltalán itt? Maga origós, nem? Na. Én arról szeretnék kérdezni, hogy az Európa Tanács megszavazta Ukrajna EU csatlakozásának megkezdését, amikor Orbán Viktor kiment a teremből kávézni. Nos, arra lennék kíváncsi ennek tükrében, hogy milyen kávét ivott Orbán Viktor. Köszönöm, origó! Ezek az igazán fontos kérdések. A kollégák vegyenek róla példát. A miniszterelnök úr magyar pörkölésű, magyar kávét ivott magyar csészéből. Így védte a szuverenitásunkat. És félreértés ne essék, nem gyávaságból vagy meghunyászkodásból ment ki a teremből, csak véletlenül a kocsiban hagyta az Európában egyedülálló mértékű felhatalmazást, amit itthonról hozott. És még így is fontos döntések születtek úgy, hogy ő épp hogy csak kiugrott a teremből. Képzeljék csak el, milyen döntések fognak születni, amikor kakálni megy. Vagy inkább ne képzeljék el. Úgy is csinálunk róla majd Facebook videót. Na, most viszont indulnom kell, mert vissza kell küldenem pár terembe a miniszterelnök urat, nehogy kimaradjon bármiből. Jövőre találkozunk, addig legyenek máshol, a viszontlátásra, bujék! Nem mondok újdonságot azzal, hogy ma Magyarországon lassan megfizethetetlenül drága az üzemanyag.
De talán nem tudja mindenki, hogy egy Lamborghini Murcielago nem éppen 5 litert fogy a 100 kilométeren. Ezért kérem önöket, segítsenek egy Patron előfizetéssel, vagy mi ez, hogy minden nap meg tudjuk tankolni az autót. Köszönöm a figyelmet!